Sziasztok, én Vigarnod vagyok, és ez ismét a Mix Factor TV. Ha kedd, akkor Q&A rengeteg nagyon jó kommentet írtatok a mixing videó alá, és örülök, hogy ennyire tetszett nektek. Égre megcsináltuk ezt a mixing videót, és hát látszik a kommentek mennyiségéből, hogy mennyire vártátok ezt a videót, és nagyon örülök, hogy ennyien írtatok, és ilyen sokótoknak tetszett a, a mixing videó. Ezzel együtt meg is válaszolnám az első kérdést, ami az volt, hogy, hogy lesz-e még ilyen, egész dalt végig mixelős videó, ez jobb, mint azok, amik fenn vannak a neten, nagyon szépen köszönöm, sokkal több hasznos infó van benne, rengeteget tanultam belőle, jó lenne még több ilyen tartalom, gratulál még egyszer, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, igen lesz, valahol el kellett kezdeni, és volt is egy idézőjebe tartozásom a Forte Music felé, illetve Lázó Kricsi felé azzal, hogy az ő dalával kezdtem ezt a szériát, ezt a mixing videón szériát. Természetesen lesz még ilyen videó, természetesen olyan videó lesz, amiben már ének is van, az szerintem sokotoknak nagyon tanulságos lesz, viszont van ennek a megvalósításában némi ö, nehézség, ugyanis, hogyha olyan dalt mixelek meg, ami már a rádióban szól, ami már megjelent, amit ismerhettek, akkor annak némi jogdíj vonzata van, ami azt jelenti, hogy nem valószínű, hogy megadná a YouTube, illetve a lemezkiadó az engedélyt arra, hogy én egy ilyen videót megmutassak nektek. Úgyhogy ezúton szeretnék egy pályázati felhívást tenni, ami szerintem nagyon fog nektek tetszeni, és, és ez egy baromi izgalmas dolog lesz akaszthatjátok a hóhért megint csak, ami úgy néz neki, hogy én arra gondoltam, hogy mindannyian hangszeretek, mindannyian írtok dalt, mindannyian csináltok mixinget már, én arra szeretnélek titeket kérni, hogy az kukac gmail.com e-mail címre küldjetek el nekem dalokat, amiket ti készítettetek, olyan dalokat, aminek a sávjaihoz hozzá tudtok férni, hozzá tudok férni, és el tudjátok nekem küldeni. Ugyanis azt a dalt, amelyiket a sok e közül, remélem, nagyon sok e lesz, kiválasztom, azt a szemetek láttára, a fületek hallatára fogom megkeverni egy YouTube videóban úgy, hogy a sávokat én is életemben először fogom látni, én is életemben először fogok szembesülni azzal, hogy milyen problémát kell kiavítanom, milyen dolgokon kell változtatnom, és, és hát azt gondolom, nem is lehetne jobb bizonyítéka annak, hogy én mit hogy oldanék, megmincsem, hogy egy olyan anyagon mutogatom meg az eszközöket, amivel az adott problémát, az adott szituációt orvosolom, mincsem, hogy elküldötök nekem egy dalt sávonként, amit életemben először látok, hallok. Úgyhogy még egyszer, de ki is fogjuk írni, kukacgmail.com az e-mail cím, és ide várok egyelőre, nem sávokat, csak MP3-at, és az kérem, hogy álljon rendelkezésére a sávokkal, akinek a dalát, akinek az MP3-át kiválasztjuk végül, és, és majd ki fogjuk írni, meg fogjuk hirdetni, hogy mi az az alkalom, amikor ezt, nem élőben, de legalábbis egy videó formájában megmutatjuk nektek, hogy én hogy oldottam meg. Én arról nem is beszélve, hogy micsoda nyereség ez annak, aki elküldi a dalát, hiszen ingyen és bérmentve meg fogom a dalát keverni. Ez az ajándékom azért, hogy, hogy rám bízza a dalának a sávjait. Úgyhogy küldjetek majd dalokat, és akkor választok belőle. Na de menjünk akkor tovább a kérdésekre. Mivel kezdő vagyok, esetleg megkérhetlek, hogy válaszold meg a következő kérdéseimet előre is. Köszönöm. LUFS-ről, röviden, mix végén a hangerőbeállításról, viewmeterről, meterről, szabályszerűségről, hangerő arányokról, felvételkor, buszok közötti egészséges hangerő arányokról. Hú, ez egy jó nagy választ igényelne, de azt gondolom, hogy érintőlegesen ezekről már részben beszéltem hangerő arányok felvételkor, ezzel felvételnél nem annyira kell törődni az a lényeg, hogy az énekes abban az arányban hallja a zenét, ahogy neki szükséges ahhoz, hogy ő a zenét is jól hallja, jó energiával hallja a zenét, ne halkan, mert akkor nem fog merni hangosan énekelni, hogyha a hangja rettenetesen hangos a felvételkor, de erről már beszéltem egy előző videóban, úgyhogy felvételkor csak az a fontos, hogy akit felveszel, amit felveszel, ha éppen gitározol, akkor nyilván a, a gitárt halld jobban, tehát hogy az egy labormunka, emelt ki azt a dolgot, amint dolgozol abban a pillanatban, de utána ennek nincs is jelentősége, hogy milyen hangerő aránya vettél fel valamit. Egy dologra viszont figyelj, erről is beszéltem már egy előző videóban, egy konvertert nem hajtunk túl, nem magnószalag nem jön semmi szaturáció, nem jön semmi izgalmasság attól, hogy próbálod úgy beállítani a hangerőt, hogy a, hogy a nulláig ki legyen vezérelve. Ha mínusz hatig vezérelted ki, akkor sincs semmi baj. Ezek a konverterek, a mai konverterek, még a legolcsóbb konverterek is annyira tiszták, hogy már nem fog jönni olyan zaj, mint annak idején a magnóknál, hogy ki kellett használni a dinamika tartományt ahhoz, hogy, hogy a hasznos és, has, hasznos hang és a zaj aránya jó legyen, úgyhogy egy dologra figyelj, ne hajts túl a konvert tehát azzal nem lehet utána mit csinálni. View-méterekről, hát a mai digitális technológiában az ember nem különösen kell foglalkozni, ha csak az nem, hogy a Barabás Béla hívta fel a figyelmemet arra, hogy azért a, a mai napig ügyelnek a plugin gyártó cégek, hogyha egy bizonyos vasat modelleznek, akkor a szokásos mínusz 18-as jelet kapja meg a, a plugin, ahhoz, hogy hitelesen működjön, vagyis úgy szaturáljon, mint az igazi vas, úgy működjön, úgy reagáljon, amennyire csak tud, mint az eredeti vas. Ezzel más dolgot semmi, semmi nincs, mint hogy egy, egy akár ingyenes VU, VU plugin behívsz első slotra, és addig clipgénezed, az adott sávot, addig trimmelet, hogyha van esetleg ilyen poti az adott daf amíg a nulla környékén nem táncol az adott jel, és akkor biztos lehetsz benne, hogy azzal a jellel lesz megetetve kvázi az a plugin, amit használsz, ami egy vasat modellezik, amire annak a, a pluginnak szüksége van. A digitális pluginoknál ezzel nem kell foglalkozni, viszont az LUFS-ről beszéljünk egy pillanatra. Ugye nagyon sokáig az volt, hogy, hogy RMS-ben mértük a jelszintet, figyeltünk arra, hogy mínusz 10 rms a leghangosabb pillanat érjen el, vagy mínusz et akkor már UDA hangos volt, vagy mínusz akkor meg rettenetes hangos volt. Most változott a világ nyilván azért, mert a CD-ről és az egyéb médiumokra átértünk a, a streaming szolgáltatókra, tehát igazából ők nekik dolgozunk leginkább, már az a ritka inkább, hogy CD-re dolgozzunk. Ott LUFS-ben mérik a, a hangot, ami azt jelenti, hogy neked elejétől a végéig végig kell hallgatni a, a dalt, és nyilván ez megint egy másik videó, hogy figyeljünk-e arra, hogy minden szol streaming szolgáltatónak az adott preferenciájához igazítsuk a dalt. Én a mínusz kilencet a dinamikusabb dal esetében a mínusz 8 LUF-est preferálom. Nem es egyszerűséggel, csak azért, mert a trendek változhatnak, egyszer csak kitalálhatja a Spotify, hogy most már nem mínusz 14 LUF-esre dolgozunk, hanem mínusz 11-re. Ha mínusz 14-re adtad le, akkor ők nem fogják hangosabbra venni a, a mínusz 14-est 3DB-vel. Ellenben, hogyha te 8-al adtad le, és 11 az új trend, akkor meg már, már csak hárommal fogják visszavenni a hangerőket. Nem tesznek rá limitert, hanem egyszerűen egy algoritmus meghallgatja, hogy milyen hangos a te mixed, és mint egy hangerő gombot halkabra veszi a mixedet. Nem esetszerűséggel azért, hogy a 60-as évekbeli uh, retro színatrás dolgok után a te felvételed ne okozza halláskárosodást annak, aki a két dalt egymás után hallgatja, és a tiéd meg kilő az űrbe, akkor hangerővel szólal meg, úgyhogy ez csak ezért van. Úgyhogy nagyon egyszerűen akár a, a, FAB a fabfilternek a, limiterében, bárhol, nagyjából az összes olyan limiter be tudsz állítani integre, integrated LUF-est, ami áthallgatja a teljes dalt, és az a lényeg, hogy végigvárod a dalt, és ha felkúszott mínusz kilencre a dal egységes program hangereje, akkor jó mixet csináltál, ez egészen biztos. Van-e valami tipped arra, hogy kezdő hogyan tudna könnyebben választani az ott a szegmensre kompresszorok közül? Nincsen erre tippem, és sajnos bárki kérdezi is ezt, hogy én milyen plugint használok, dobra, milyen plugint, milyen kompresszort, milyen beállításra használok, pergőre, lábdobra, akármi. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy fogalmam sincs mert nincs két ugyanolyan lábdob. Ne így közelítsétek meg, próbáljátok meg megérteni, azért is készült a kompresszorok két videója is, hogy megértsétek, hogy mit csinálnak a kompresszorok. A kompresszorra ne úgy gondolj, mint egy megoldó képlet, ráteszed a presetet és a szarból jót csinál. Nem ez a dolga, hanem az a dolga, hogy van egy adott jel, egy A, nevezzük A-nak, te meg el akarsz jutni B-be. És az A-ból a B-be hogy jutsz el? Tekerges addig a kompresszor összes paraméterét, amíg, amíg, végül azt nem hallod, amit hallani akarsz. De sajnos nincsen szabályszerűség, mert hogyha, hogyha rövid a, a, lecsengése a lábdobnak, másképp állítod a release mint hogyha hosszú. Tehát, hogy erre tényleg nincsen presset, Úgyhogy még azt azt sem tudom mondani, hogy használd a 1176-ot a, a lábdobra, mert lehet, hogy pont nem lesz jó a 1176 a lábdobra, hanem az LA2A. Igen, LA2A énekre szoktuk, basszusra szoktuk tenni elsősorban, de számtalanszor használtam már lábdobra. Elvileg nem arra találták ki, mégis működik nagyon sokszor. Meg lehet -e engem keresni privátban, ha az ember véleményt vagy tanácsot szeretne, természetesen igen, de arra készüljetek fel, hogy, a, hogy, az én időm is véges alapon, valószínűleg itt egy YouTube videóban fogom megválaszolni azt a kérdést, amit akár Instagramon, vagy Messengeren, vagy SMS-ben tennél fel, úgyhogy természetesen én is e, egyszerű, átlagos ember vagyok, nekem is van telefonszámom, e-mail címem, ami itt a videóban is elhangzott, természetesen, hogy fel lehet keresni, sőt, nem titkolt szándéka ennek a YouTube csenelnek, hogy olyan eljusson az én munkám, illetve az, hogy én ezzel foglalkozom, akik eddig egyáltalán nem is ismertek, úgyhogy igen hosszú távon az is a célja ennek a YouTube videózásnak, nem titkoltan hogy esetleg olyan emberekkel dolgozhassak akár határon túl egy világgal arrébb, akikkel egyébként nem is tudnék semmiféle kapcsolatot teremteni, úgyhogy természetesen keressetek. Szia Arnott, köszi a videót, DC offset hibákat mivel korrigálod? Mivel nem is igazán tudom pontosan, hogy mi az mert az egy nagyon régi dolog, nem is különösebben foglalkozom vele, egyszerűen csak, ha feltűnik, hogy valami probléma van vele, akkor vagy a Protus saját egyszerű pluginjával oldom ezt meg, vagy egyszerűen szólok az alkotónak, hogy küldj át a sávot jól. Uh, valamint fázisokat egyeztetsz, naná na, folyamatosan, van olyan dolahol, ahol nagyon-nagyon sokat kell ezzel foglalkozni, van ahol kevesebbet, erre találtok a neten nagyon-nagyon jó pluginokat, szerintem az egyik legjobb a soundradix nek az Auto Align kettese, ami most már nem csak fázisokat, hanem spektrális fázisokat és mindenféle uh, delay dolgokat egyeztet folyamatosan, és, és kvázi mozog, ami azt jelenti, hogy nem, beállítja a helyes fázist, hanem hogyha egy ütemmel arrébb más fázist kell állítani, akkor, akkor finom hangolja az adott hangra is például, hogy egy ládobnak a basszusa, hogy van találkozása. A 2, Sunredix Auto Online 2.1 most már az aktuális verzió. Valamint én is régóta használom a gut particle, de az én problémám, hogy nem tud trupiket, te használsz rá a véglimitert. Na, trupik! Trupik nem létezik a digitális technológiában, ugye? Úgy kell elképzelni, hogy minél nagyobb felbontáson dolgozik az ember, voltak ezek a régi keresztrejtvények, tudod, hogy kötögezd össze a pontokat, minél nagyobb szempőréttel dolgozol, annál sűrűbben vannak ezek a pontok. De még így is elképzelhető, hogyha visszakerül a digitális felvételet analóg világba, az analóg világ össze fogja kötözgetni úgy ezeket a pontokat, hogy ő nem egyeneseket fog rajzolni, hanem görbéket fog rajzolni. Úgyhogy amikor te elérted a digitális zérót, tehát a 0.0 dB-t, és nincs hova tovább, és ott van egy nagyon erős limitálás, akkor ő bármilyen nagy szempörétel is dolgozol, ha visszakerül analóg verzióba a dalod, akkor nem egy egyenesen fogja összekötni, hanem az egyenesen összekötöttet az analóg visszagörbíti. Aminek következtében az egyenesen összekötött pontok között lesz egy pici púp, ami túllóg a nullán, és ezt hívja a digitális zene trópiknek, hogy a valós pík az bizonyos esetben, ha visszakerül analóg világba a Mixed, akkor túl tud a nullán lógni, mert az analóg ismét vissza fogja tenni azt a görbületet, ami digitális technológiában nincs. Ergo, addig, amíg te ö, streamingre dolgozol, Spotify-ra, iTunes-ra, Deezer-re, stb., 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 tehát kvázi vav -ban marad a VAV, vagy MP3-ban marad az MP3, addig ezzel az ég egyet a világon nincsen semmi dolgod, soha nem lesz ebből problémát, különösen, hogyha nem 00 ig tolod ki a legvégét hanem mondjuk 0,3-ig mínuszban vagy, vagy ha még biztonságosabb akarsz lenni, akkor mínusz 1,0-ig, ha visszahúzod a legvégét, még hogyha analóg világba visszakerül is, nem fog a nullán túllógni egy dB-vel semmilyen információ, tehát ezzel egyáltalán nem kell foglalkoznod. Viszont, ha nagyon nerd vagy, nagyon kocka vagy, és nagyon akarsz ezzel foglalkozni, akkor természetesen a FabFilter Pro-el is tud trúpiket. A Plugin Alliance-nek is van egy trópik limitere, amin ezt gyönyörűen be lehet állítani. Nekem az a javaslatom, hogy azért, ha teheted, akkor többféle mastert csinálj. Csinálj egy olyan mastert, amit kifejezetten a CD gyártáshoz, vagy bakerit gyártáshoz, vagy, vagy, szalagra, orsos magnóra nagy felbontású dolgokhoz akarsz gyártani. Tehát, hogyha tényleg ez ekkora problémát okoz ez a trupik dolog, akkor csinálj kettőféle mastert, ugyanis azért a trupik limiterek is változtatnak némit a dinamikán, tehát másképp is fog szólni a végeredmény, hogyha te kihajtottál valamit 0,1-ig, és még teszel rá egy trúpiket, akkor az még ugye 0,4-eket, 5 -eket, 6 -okat lehet, hogy bele fog rántani a, a bizonyos pillanatokban a masteredbe, ezt nem biztos, hogy akarod. Úgyhogy én nem foglalkozom vele, hogyha valaki kifejezetten jelzi, hogy igen, de ez bakelitre, szalagra, cd-re, szánt anyag, és nem a, nem a, netre, akkor, akkor nyilván ezzel foglalkozok, csinálok egy külön verziót. Egyébként nem, ezzel kapcsolatos a következő kérdés is, hogy, hogy milyen szerintem az izotópnak a, mi is a neve pontosan, az izotóp ózon, ózon, tízes, vagy tizenegyes, nem is tudom, hogy hol tartunk, vagy, vagy milyen a t és hogy miért a Jason Joshua pluginja. Én szeretem, ahogy szól a Jason Joshua pluginja, de azt kell, hogy megértsétek, hogy a végeredmény, amit csináltam, nem azért szól úgy, ahogy szól. Mert a Jason Joshua pluginje van a végén, hiszen ha láttátok, hogy mennyit dolgozik, akkor szinte alig és szinte néha. A legnagyobb hatalom az egészben a folyamatos kontroll. Tehát gyakorlatilag ezt a mixet úgy is meg tudtam volna csinálni, hogyha az Ozone van a végén, ha a T van a végén, mert nem abban van a poén, hogy mit tettem a végére, hanem abban van a poén, hogy folyamatosan figyeltem, bármi is legyen a végén, legyenek azok vasak, legyenek azok pluginok, legyen egy plugin, egy bizonyos plugin, vagy, vagy bármi folyamatosan monitoroztam, hogy mit ront el. Minden limiter, minden clipper elront, elvesz dinamikát. Tehát muszáj hallanod, hogy mit csinálj, hogy ellene tudj dolgozni. Muszáj hallanod, hogy mekkorát rántott a pergőn, tranziens designerre, hegyesebbre, rövidebbre akarod övenni. Tehát, hogy muszáj hallanod, hogy mit csinál a végén a limiter ahhoz, hogy tud kontrollálni a viselkedését. Ha nem hallod a végén a limiter, teljesen lutri, hogy mi lesz a végeredmény, és itt jönnek majd a nagy mastering hangmérnökök, akik megfejtik, hogy de ráteszik a menlit, meg a izét, meg a mindenféle. Igen, értem, és biztos, hogy jó lesz technikailag, amit csinálnak. Igen, ám de itt most arról beszélünk, hogy te elképzeltél egy hangzást, a fejedben van valami, hogy annak hogyan kellene szólnia, és nem akarod kiadni a kezedből, hogy valaki mást csináljon belőle, pusztán csak a szabályszerűségek véget, majd ő ráteszi a menlit, majd ő ráteszi a nem tud, a felcsádot meg az akármit, ez mind baromi jó, de ha nem tudsz megvenni egy felcsádot, ha nem tudod megvenni a, megvenni menlit, akkor ha választanom kéne nekem, hogy megkeverek egy dalt, és odaadom Amerikába, Angliába, és majd ők megmaszterelik, és hátadőlök, és remélem, hogy a végeredmény olyan lesz, ami nekem is tetszeni fog, vagy inkább nem adom oda és senkinek, amit csinálok, én lemaszterelem egy gut egy izotóppal, egy tirex egy bármivel, mert hallani akarom, hogy mit csinál, és kontrollálni akarom, hogy a magas emelés mennyi látszín visszahúzást igényel, mennyi ö, további delszerezést szükségeltetik az éneken, tehát hogy Igazából a, kontroll a, a lényeg, és nem az, hogy mivel csinálod a legvégén. Nagyjából stock pluginokkal is meg lehetne egy master csinálni. A következő az nem egy kérdés, csak egy, egy visszajelzés. Igen, a videóban küzdöttem a ringnek a, a magyar megfelelőjével, az rezonáns. Tehát, hogy, hogy a, a filterek, hogyha nagyon erős, filterezés van, én egy nagyon brutális 96 dB per oktávot használtam a lábdobon, és nyilván ott elkezd kongani, csengeni, bongani, és mondtam, hogy ezt az angol ringnek hívja, amire hirtelen nem találtam a magyar megfelelőt. Természetesen többek is, többen is felhívtátok a figyelmemet rá, hogy ez a rezonáns filter, igen rezonáns filter, pont ez a lényege, hogy noha vágsz, mit tudom én, 42 hz de megjelenik egy picit a, a 84 és a társai, és elkezd nem kevesebb mélyen, nem több mélyen lenni a lábdobnak, egy a lényeg, elveszünk olyan szubot, olyan felesleges hangszóró, mozgató, meleg levegő csináló dolgot, amitől a limiteret csak a végén megőrül, ellenben elvettél olyan energiát, amivel nem kell küzdködnie, viszont megjelennek olyan felharmonikusok a, a rezonás filternek köszönhetően, amitől nem kevesebb, hanem több mélye lesz a dobnak, és végül is a célunkat elértük. Marad még kettő kérdés, az egyik az, hogy milyen hangerőn kell hallgatni az olyan mixet, ami így készült, hol van az optimális a hallgatási hangereje, amikor valaki zenét hallgat. Hát, hogy milyen hangerővel hallgat zenét, ez, ez nyilván a te egyéni preferenciát, sokkal inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen hangerőn készülnek a mixek. Ugyanis nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy ha valamit baromi hangosan hallgatsz, az jól fog szólni. Tehát rohadt hangosan, a rossz is jó. Ha elmész egy rossz koncertre, amit rosszul kevertek, de nagyon hangos és villog a lámpa, jól érzed magad. Kihasználják azt a, azt a, azt a tulajdonságát az embernek, hogy minél hangosabban éli meg, minél eh, nagyobb energiákat él meg, annál, annál jobb érzést kell benne. De a realitás az az, hogy... Amikor én dolgozok, én keverek egy daltot, például beülne valaki mögém klaviatúrán, laptopon gépelni, akkor a gépelésének valószínűleg nagyobb lenne a hangereje, mint annak, ahogy én keverek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan fázisa a mixnek, amikor ne döngetném meg, ne érezném, hogy a szobában milyen e, fizikai jelenség történik, hogy megmozdul az asztal, e, elkezde a szoba úgy reagálni, ahogy szeretném, e, felhallgatóba is megküldöm, mint a barom, hogy érezzem a, a fesztivál hangulatot, de aztán a realitás az, az hogy az esetek 80%-ában szobahangerőn dolgozom, van, hogy ezzel a pici kis e, marsal dobozkával, úgyhogy Úgyhogy ö, teljesen lakossági hangerőn keverem meg a dolgokat, és ennek az is az oka, hogy nem az a célom, hogy csak akkor szóljon jól a mix, hogyha ezt valaki rettenetes hangerővel döngeti otthon, hanem hogyha te kis hangerőn hallgatod, akkor is dinamikusnak, jónak és részletgazdagnak kell lennie. És végezetül még egy kérdés, van egy kérdésem a terekkel kapcsolatban. A Videóban a tereket hangszerenként vagy hangszercsoportokként kezeled, illetve hozod létre, ez teljesen változó, ebben a dalban így volt. Amire kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez jobb, mintha a mixben szereplő összes mindent egy közös rumba küldenéd, mintha minden egy szobában szólna és ott közösíted. Egyáltalán szoktak-e ilyet csinálni, vagy csak én csinálom ezt? Természetesen, hogyha olyan, mit tudom én, live dologról van szó, hogy, hogy, egy rakás szimfonikus hangszert kell közös térbe rakni, akkor van létjogosultság ennek a közös tér dolognak, hogyha egy unplugged felvételt, egy unplugged koncertet kell esetleg utómunkázni, ott is van annak létjogosultsága, hogy egy térben szóljanak, de sokkal inkább úgy képzeld el, hogy te neked a, a pluginokkal, vasakkal, bármivel és a zengetőkkel, dilékkel, akármivel létre kell hoznod egy virtuális színpadot. Te ülsz a közönségben virtuálisan, és igazából akkor jó a mix, ha érzed a közelit, ha érzed a távolit, ha érzed a baromi messze dolgokat. És ezt minimum három zengetővel tudod igazán jól elérni. Nyilván, hogyha most halljátok a hangomat, azért tud arcba szólni, mert kistérben szólal ez meg, tehát kvázi szoba zengés van a hangomon, vagy egy, éppen csak, hogy egy minimális kis atmoszféra. Minél nagyobb ö, zengetőt tennék a hangomra, hall, river plate, akármi dolgokat, minél hosszabb csengésű dolgokat ö, tennék a hangomra, annál távolibbnak éreznéd a, a hangomat ez így van a realitásban is, tehát hogyha akarsz igazán jó 3D-s, nagyon jó mixet csinálni, akkor szórakozz egy kicsit azzal, hogy mi, mi kap egy kicsi rumod, mi kap egy, egy holt, és mi az, ami plétet kap, vagy, vagy valami church zengetőt, vagy akármi. Az a lényeg, hogy, hogy játsz ezzel, hogy minden, minden egy kicsit más zengetőt kap, mert akkor fogod érezni ezt, hogy valami közel van, és valami nagyon-nagyon távol van. És végezetül szeretnék egy olyan dologról beszélni, ami egyáltalán ö, nem jó dolog, de azt gondolom, hogy kell róla beszélni, muszáj róla beszélni. Ugyanis nem közvetlen ismerősünk, de, de, de egy szakmabeli, sajnos önkezűleg vetett véget az életének, és amikor az ember ilyesmit hall a rádióban, akár a Chester Bennington esetében, akkor akkor elszomorodik nyilván, de amikor a közvetlen környezetében történik ilyesmi, akkor döbbenten, lesokkolódva néz maga elé órákon keresztül, hogy ez hogy történhetett meg. Direkt tiszteletből nem mondom a nevét, nem az a célom, hogy én most influencerkedjek, és hittérítsek itt, hogy foglalkozunk egymással, és tudom, hogy ma már nem divata az a klasszikus értelemben vett barátkozás, nem járunk össze, és nincsenek házibulik, remélem, hogy nektek van, de amikor valaki egy ilyen közegben alkot dolgozik a nap 24 órájában, kvázi remete életet él, és ez a hölgy is olyan munkát végzett, ami, noha emberek között dolgozott, de mégis azt gondolom, hogy a munkáján túl, a munkája iránt érdeklődésen túl személyes érdeklődést nem kapott. Borzalmas dolog, hogy ez, hogy ez egyáltalán megtörténhet, és, és, és én azt gondolom, hogy. hogy, hogy én elhiszem, hogy most divatos a tesikém, meg a bratyó, meg a, meg, a, meg a bástya, meg a bátya, meg a haver, meg a csajszé, meg a mit tudom én, de igenis én szeretném mindannyiótok figyelmét felhívni arra, hogy igenis törődjünk egy kicsit a másokkal, és igenis azt gondolom, hogy, hogy hetente egyszer legalább valaki, aki közel közel áll hozzád, érdemes egy hogy vagy, hogy érzed magad, SMS-t rádobni. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy köszi minden oké, miért kérded, de ha valaki tizedjére megkérdezi tőle, és valami ilyen démonokkal küzd, mint ez a hölgy küzdött, akkor azért a tizedik kérdezőre ki fog belőle bukni, és egy hogy vagy elképzelhető, hogy hosszú távon életet is menthet. Úgyhogy törődjünk egymásra, figyeljünk egymásra, és hogyha csak egy hogy vagy ott, oda dobtok most akár kommentbe nekem, vagy én majd visszaírok nektek, hogy hogy vagy, akkor lehet, hogy szebb hely lesz ez a világ. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm, hogy ismét néztétek a Mixfaktor Factor TV-t, kövessetek, kommenteljetek minden, ahogy szépen ki is volt írva, és nem utolsó sorban pedig ne felejtsétek, hogy a zene is egy borzalmasan jó gyógyszer, úgyhogy írjatok zenét, hangszereljetek, hallgassatok zenét, így adtok egy jó pálinkát hozzá, és írjatok egy nagyot, és jó zenélést nektek, jó mixinget, szavasztok!